Sziasztok, én gondolok, és ez itt a FIFA 15 következő része. Ugye, akkor folytassuk a hetedik osztályt, három meccsünk van, abból kettőt meg kell nyerni, gyerünk. Oké, hát itt is van az ellenfelem csapat, a 79-es besorolás. Tára, Ramsey, Lampard, Sürle, Vargas, Mirallas, Sakko, José, Enrique, vagy kicsoda Begovic, Vlár, és rá az utolsó játékosát nem láttam. Gyerünk! Gyerekek, ez valahogy iszonyatosan laggol ez a gyerek. Tehát egyszerűen nem lehet játszhatatlanul laggol. Azt a rohadt élet. Beadom, leszarom. Ijjá, majdnem. Tuti torrentezik. Mert magyar a gyerek. Ebben van állítva a Bloriginen, hogy minél közelebb jelen felett találjon, és egyszerűen úgy laggol, mint a halál. Ne, de a buzi lag. Faszomat! Nem lehet elrúgni ezt a kibaszott labdát most. Előtte már öt lépésre megnyomtam, hogy lője el, nem erre még hozza, még majd eladja. Vinny Stalin, egy-egy, azaz. Hát jó, egyelőre az is, az nekünk még nem jó. Győzni kell. Már vagy fél percet ölt a játék, és megszakadt az ellenféllel kapcsolat elvileg. Legalábbis nagyon remélem, hogy nem velem szakadt meg. Hát jó, hát úgy látszik, ő szakadt meg. 200 zsetont kaptunk. Nagyon hát akkor jöjjünk még egy meccsre újra, mert ez ugye nem számított semmit. Nyerni kell! Nyerni kell. Amúgy annyit még meg szeretnék kérdezni tőletek, hogy ki legyen a másik középhátvédem. Ezt megkérdeztem előző videóban is, csak hát még nem jött rá sok komment, hogy már onuhával nem vagyok annyira megelégedve, így most a képernyőn fogtok látni néhány játékost. Első ugye Koscielnyi, második az Dzsagiaka, illetve Okore. Nos, hát ez a három ember közül szeretném, hogyha mondanátok egyet, hogy próbáltátok-e már, vagy valamim, és akkor miért jó, meg minden, de amit látom, fitness ügyileg nem vagyunk jól, és nincs is üzenet, tehát veszünk szerződés. Mi a szerződés? Fitness. Na, minden játékos a toppon van, neki láthatunk a meccsnek. Na, és fél óra keresgetés után végre találtam ellenfelet. Nos, hát ez annyira nem jó. Hármas volt, legalábbis zöld volt ott a latency. Legalábbis remélem nem fogunk laggolni. Annyira nem jó a csapatot meg kell vernünk. Megy az Akbon Lahor. Megy Akbon Lahor. Beesik. Nem esik be. Nagyot véde kapus. Megy a Sturridge. Megy a Sturridge. Megy a Sturridge. Jó, egy jó. Na jó, hát nem volt egy szép gól, mondhatni pöcs gól volt, de gól az gól. Lett Begovic ezt is fogja. Howardot amúgy lecseréltem Begovicra, amit láthatjátok. Nem tudom, még Begovicot próbálgatom. De most amúgy most meg kontrázunk, Akbon Lahor. Akbon Lahor 2-0. Ez az. Tudta, hogy befele fogok jönni, így nem is lépett rám, de nem baj, bejött. És kapufa! Még a szerencse sincs vele. Ez az, vele lépünk. Barnettánál a labda, befelé hozza, megállítja. Lecselez, és Begovic megint védi. Ez az, Begovic megint védi, és a kipattanót is. Hát mi ez a csávó? Hát ki ez? Nem kell nekünk, Courtois. Tökéletes nekünk Begovic, és ennyi, a féldő 2-0-ra vezetünk. Szerintem többet lőtt kapura az ellenfelem, így van, sokkal többet lőtt kapura, de Begovic egyenlőre hárítja őket. Gyerünk, folytassuk. Jó ez. Szület, és
a gólvonalról tudunk menteni, te Jézusom! Át a szép indítás, Gerebegovics! Elviszi mellette, át, 2-1, szépített. Ki kellett volna előbb hozni Begovicsot, nem baj, gyerünk. Meg lehet a meccs, simán. Így nagyon beszoroltunk a kapu elé. Kéne gólt kapni, mint mondom, nagyon nyom az ellenfelünk, szinte csak nála van a labda. Kontrákból tudnék építkezni, mondjuk így Jakbon, ahol. Koca gól lesz. Szarom. Hát undorító gól volt ez is, de ezekhez kell folyamodni. Szabadrugáshoz jutott az ellenfél, Sahin fogja előni. Nem, reméljük nem tud jól szabadrugást lőni, és Begovics ez az. Az jó indítás Akbon Lahornak. Júj, basszus, hogy megint nem megy oda a kamera, hogy megint lemarad, hogy ne lássam a kapust. Áj! Jaj! Jó van, negyedik. Hát gyerekek, kibaszott undorítóan játszok, de egyelőre meghozza az eredményét. Hát jó gyerekek, erről már nem tudok semmit sem mondani, most a szerencse is velem van, meg minden. De igazából sajnálom ezt a gyereket, mert tökéletesen megint megmutatta az IE, hogy egy nagy rakás szar az egész szerverük, vagy az egész rendszerük. Mivel ugyanaz történt, mint ami előző videóban, csak akkor én szívtam meg, most meg ő szívja meg. Neki nem megy be semmi, szerintem Begovics már a 20-at védte a meccsen, de majd megnézzük hányat védett. Nekem meg szinte mindenbe megy, ráadásul kurva undorítóan játszott. És vége is a meccsnek, nyertünk 5-1-re. Hát az van, amit előbb mondtam. Fos ez az egész. Hát... nem tudom. Figyeljetek, nézzük a jó oldalát, megnyertük a meccset, hát most tényleg nem kéne itt üzenni, hogy szar az egész. Nyertünk, tehát tök jó, meg minden. Na, 2 meccsünk van, abból egyet meg kell nyerni, hogy feljussunk, és majd ha megnyerjük mindkettőt, akkor bajnoki cím. Na nézzétek meg ezt a kapura lövési statisztikát, de könyörgöm. Hát wow, Begovics a meccs embere, hát ki hitte volna. 18-at védette, Jézusom! 18-at! Én lehidalok ettől a csávótól. 18-at védette, Jézus Mária! Na jó, hát igazából ez is új, sok gólos meccs volt meg itt az elején, laggott az egész zéten, ez egy meccs volt benne ebbe a videóba. Következő videóban találkozunk, ott reméljük megnyerjük a bajnoki címet, én gondoltam, sziasztok!